Sziasztok! Örülök, hogy ismét velem tartotok. Tudom, hogy a Zero Waste életmód és a hulladék csökkentés az egy nagyon-nagyon picike szelete annak, amit valójában tennünk kell. A globális klímakrízis megoldása az nem csupán a hulladék csökkentés, de hiszem, hogy minden kicsi lépés számít, és ezért most ismét egy olyan videót mutatok nektek, ami ebben a pici lépésben talán egy újabb ötletet ad nektek a hulladék csökkentési érdekében. Ebben a videóban megmutatom, hogy én hogyan szoktam a maradék gyertyaviaszt újra használni, hogyan lesz abból ismét gyertya, hogyan tudja a téli hangulatot egy kicsit melegebbé tenni. Higgyétek el, hogy tényleg nagyon egyszerű régi megmaradt gyertyaviaszból új mécsest önteni. Nem kell hozzá semmi különleges, gyakorlatilag ami a háztartásban megtalálható, az bőven elég is ahhoz, hogy a mécseseinket megújítsuk, felfrissítsük és további életet adjunk neki. A gyertyákra nagyon jellemző, hogy tulajdonképpen középen egy cső formában kiég a viasz, és a szélén ott marad a rengeteg gyertyaviasz, amit kár kidobni, és még újra lehetne használni őket. Jellemzője a mécsesekre, hogy belefullad a kanóc, és nem tudjuk tovább használni. De olyan is van, hogy egyszerűen hiába van meg a kanóca, mégsem akar tovább égni. Ezekben az esetekben a legegyszerűbb, hogyha újraolvasztjuk a viaszt, és új mécseseket öntünk. Természetesen előfordulhat olyan gyertya is, amit régen szerettünk, aztán poros lett, meguntuk, már nem tetszik, de még működik. Egy új köntöst kell neki adni, például egy régi konzervdobozt, és ismét új pompájában élhet. Készíthetünk teamécseseket is a viaszból, ami megmaradt. Ehhez nincsen másra szükségünk, mint a régi kiégett teamécsesek fém külsejére. Kanócokhoz sem kell különösebb beruházást, gyakorlatilag semmi. Használhatjuk a régi kanócokat, amik a régi gyertyáinkból kiolvasztásra kerültek. De használhatunk egyszerű spárgát, pamutfonalat, vagy akár jutazsáknak kihúzott szálait. Az egészen kicsi darabokkal is jól jöhetnek. Nincs értelme kidobni, hiszen például pont a teamécsesnek tökéletes méretű egy kis picike megmaradt kanóc. Ha szeretnétek, akkor illóolajjal lehet illatosítani, hogy még hangulatosabb legyen az egész gyertyagyújtás. Amire még szükségünk lesz, az egy edény. Lehet régi, lehet új, nincs jelentősége. Én egy ilyen nagyon régi edényt szoktam kimondottan erre a célra használni. A fakanál pedig valamikor talán egy fagyis kanál lehetett. És most elkezdjük felmelegíteni a viaszt. Teheted gőz fölött is, de direkt be is ráteheted a főzőlapodra. Miközben a viasz alacsony hőfokon óvatosan melegszik, addig a használni kívánt üvegeinket, mécsesnek való tartóinkat kell tisztítanunk a gyertyától. Ehhez egy nagy edényre lesz szükség, amiben vizet melegítünk. Felforrósítom a vizet, ezáltal a viasz az üvegedényekben megolvad, és ki lehet belőle szedni a viaszt egyszerűen. Miközben melegszik a két viasz, addig kitisztítom a teamécsesek dobozát. Picit megnyomkodjuk, akkor ki lehet potyogtatni belőle a maradék viaszt. És egy fogóval óvatosan ki lehet csippenteni kanóctartó kis pöcköt, nem tudom minek hívják. Elkészítettünk egy kanóctartót, kanócot kanóctartóval. Közben látszik, hogy szépen olvad fel a viaszunk, és itt is a víz már jó forró. A felforrósodott viaszt ki tudom szedni a mécses tartóból. Ezt a mécsesünket akár azonnal használhatom is, ezt a mécses tartót. Keresek egy megfelelő méretű kanócot, nagyjából jó méret, úgyhogy ezt fogom használni. Majd belemártom a
kanóc tartó talpat is a viaszba, hiszen majd maga a viasz fogja rögzíteni a mécses tartó aljához a kanócunkat. Azért, hogy ne dőljön el a kanócunk, hanem egyenesen maradjon a mécses tartónkban, ahhoz használhatunk olyan segédeszközöket, ami szintén a háztartásban megtalálható. Én erre a célra egy csipeszt szoktam használni. Kifeszítem a kanócot, és a csipesszel rögzítem a tetején. És végül úgy döntöttem, hogy a konzervdobozomat nem szimplán gyertyatartóként használom, hanem beöntöm viasszal, és mécsestként fogom használni a későbbiekben. Ennek a konzervdoboznak elég nagy az átmérője, ezért úgy gondoltam, hogy kicsit máshogy készítem el ezt a mécsest, méghozzá úgy, hogy három darab kanócot fogok beletenni. A mécses tartók feltöltéséhez én egy egyszerű fén, kisméretű merőkanalat szoktam használni. Ami fontos, hogy nem szabad egyszerre sokat belemerni az edénybe. Körülbelül a harmadáig érdemes megtölteni. Akkor a harmadáig megtöltöttem őket, akkor hagyom őket dermedni, addig vissza is teszem melegedni a viaszt. Amíg arra várok, hogy újra felolvadjon a viaszom, és közben megdermedjen a már kitöltött gyertya, amit a mécsesekbe már kitöltöttem, addig készítek magamnak egy teát. És jöhet a következő menet. Fogom ismét az olvadt viaszt. A megdermedt mécseseket. És újabb adag viaszt öntök hozzá. Ismét félre rakom. Érdemes több menetben megtölteni a mécseseket. Én általában háromszor szoktam megtölteni. Tényleg csak annyi maradt hátra, hogy letisztázzuk a mécsesünket, a kanócokat méretre vágjuk. Az ünnepek elteltével azonban még mindig tart a tél, még mindig hideg van kint, úgyhogy bízom abban, hogy ez a videó inspirál benneteket arra, hogy ne dobjátok ki a megmaradt gyertyákat, mécseseket, akár te a mécseseket is, hiszen nagyon egyszerűen, könnyedén és jókedvűen lehet ezeket újra felhasználni, újra hasznosítani. A videó végén megtaláljátok az egyéb elérhetőségeimet, hogyha szeretnétek további ötleteket kapni a hulladékcsökkentésre, a zero waste életmódról, akkor kövessetek. Köszönöm, ha megosztjátok, és köszönöm, hogyha lájkoljátok, és ne felejtsétek el a harangot is bekapcsolni, hogy mindenképpen értesüljetek a következő videókról. Sziasztok!